A Balatoni Horgász Egyesületek Szövetségének elnöke köszöntötte a versenyen induló több mint 40 gyermeket a Balatonfűzfői Egyesület tanyáján. A fiatalok a már hagyományosnak mondható Horgász ne drogoz nevet viselő megmérettetésre neveztek be. 14 évvel ezelőtt lett ez a verseny alapítva. Valószínű, hogy akkor a drogprevenció egy nagyon fontos feladat volt, mint ahogy most is nagyon fontos feladat. Ennyi erővel lehetne a versenynek a neve, hogy ne tévézz, ne ülj a számítógép elé. Célunk az, hogy a gyerekeket kiszabadítsuk az otthonukból, kijöjjenek a természetbe, ismerjék meg a Balatont, az élővilágát, a madarakat, a természetet, és ezzel együtt a környezetvédelem is egy nagyon fontos szempont. A város polgármestere Marton Béla is köszöntötte a diákokat, és felhívta a figyelmüket az illegális és a legális kábítószerek veszélyeire. A drogról rövid ismertetőt tartott a Balatonalmádi Kapitányság megelőzési kiemelt fő előadója is. Stanka Mária a sajnos egyre divatosabb designer drogok és a nemrégiben tiltó listára került szerek egészségkárosító hatásait emelte ki. Az eseményen számos környékbeli iskolából neveztek, és a házigazdák is képviseltették magukat. Én olyan 4-5 éves korom óta horgászok, és azért jöttünk el, mert a tanárnő elhívott minket. És hogyha jól tudom, akkor az előző években sikeresek voltatok ezeken a versenyeken? Igen, tavaly előtt nyertünk, és tavaly pedig egy külön díjat nyertünk. Miért jó dolog horgászni? Hát egy úgymond sport, mint a sakk, hogy hát a türelmünket azért fejleszti szerintem. És te miért szeretsz horgászni? Hát mert kim vagyunk a szabadba. A térség oktatási intézményei mellett már visszajáró vendégek az SOS gyermekfalu védencei, akiket most is Nagy Attila, világ- és Európa-bajnok sporthorgász kísért el. Nem győzöm eléggé kihangsúlyozni, hogy szerintem nagyon fontos, hiszen mindenki tudja, látható, érezhető, hogy a gyerekek nagyon elfordultak a számítástechnika irányába, és nagyon keveset vannak a természetben, nagyon keveset mozognak, sportolnak. Én úgy gondolom, hogy a horgászat egy nagyon jó alternatívát tud biztosítani erre. A gyerekek jó kapásnak örülhettek, számos kis hal akadt a horgokra a 3 órás verseny alatt. A legjobbakat a kupák mellett horgászboltok által jutányosan biztosított eszközökkel, a térség vállalkozóinak felajánlásaival, valamint a társszervező, Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT szezon engedélyeivel jutalmazták.